Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast újabb adása. Én Terdik vagyok, a vendégem pedig Györfi Péter, aki zuglóban lesz a lista vezető az önkormányzati választáson jövőre. Szia, Peti! Szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mit kell tudniuk róla de a zuglóiaknak? Györfi Péter vagyok. Én alapvetően Dunakesziről származom, ott nőttem fel, és 2009-ben költöztem zuglóban azóta élek a kerületben, tehát már 14 vagy hát most már 15 éve. Civilben, tehát a végzettségemet tekintve vegyesztmérnök vagyok, a gyógyszeriparban dolgozom, már több mint 10 éves szakmai tapasztalatom van. Jelenleg szenior kutatófejlesztő analitikusként dolgozom egy gyógyszergyárban. Mint a vegyészmérnök, hogy találkoztál először ugye Én a politikai szocializációmat a Sétáró Budapestnél kezdtem 2019-ben, Puzsér Róbert főpolgármester indulásához gyűjtöttem aláírásokat, és ott én abban a kampánycsapatban ilyen kvázi közévezetői szintig vittem, én voltam a, az téri pultnak a, a pult koordinátora, tehát az volt a feladatom, hogy annál a pultnál mindig legyen legalább két ember, akik aláírás gyűjtenek, tényleg ott, ott a nagyon volt osz, tehát reggel 9-től, reggel 8 tól este 8-ig mindig volt ott valaki, abban a két hétben, amikor zajlott ez az aláírás gyűjtés. Aztán a 19-es kampányjal úgy uh, takaréklányra tettem magamat, majd szimpatikussá vált az, hogy a két farkú kutyapárt mind a 18-as kampányában, mind a, 10, mind a 2022-es kampányában azt ígérte, hogy a, a kampánytámogatást azt ö, nem a hagyományos módon óriás plakátokra, meg ö, Facebook életésekre költi, mint más pártok, hanem hasznosan költi el, megpályáztatja különböző civil szervezetek és ö, jótékonysági szervezetek részére, és emiatt elhatároztam azt, hogy 2022-es kampányban aláírás gyűjtök a két farkú kutyapártnak zuglóban. Ez is megtörtént, és aztán úgy bevonultam a, a, párt életébe. Tehát nem a street art, meg a humor, ami általában vonzani szokta az embereket, hanem konkrétan ez a pályáztatás, ugye a közpénznek egy ilyen civileknek visszajuttatása, ez tette szimpatikussá a kutyapárt. Számomra igen. És miért szeretnék ugye kutyapárt színeiben önkormányzati képviselő lenni? miért pont? Igen, ez úgy történt, hogy egyébként nem én magam jelentkeztem, hanem fellettem kérve. Tehát 2022. októberében kaptam egy telefonhívást, miszerint indul egy ilyen tanfolyam, egy 14 alkalmas önkormányzati munkára felkészült tanfolyam. Ki majd kis fel, hogyha nem szeretné. Hogy... És akkor én miért is ne alapon jelentkeztem erre a tanfolyamra, és folyamatában, ahogy ezt a 14 alkalmas tanfolyamat végcsináltam, megismerkedtem ennek a, az önkormányzati munkának a rendkívül széleskörű voltával, hogy tényleg nagyon sok különböző területhez kell érteni. Közben jött meg a kedvem ehhez, és ahogy ezt a tanfolyamot végeztem, úgy kezdett el érdekelni az önkormányzati munka, és a végére vált számomra bizonyossá, -e, hogy, hogy akkor én vállalni fogom ezt a jelöltséget. Tehát tulajdonképpen, hogy az elején ről azt kell elmondanom, hogy tulajdonképpen ugye nem én jelentkeztem, tehát nem én választottam az önkormányzati képviselőséget, hanem önkormányzati képviselőség választott engem. Szép, szép. És mi a baj a mostani városvezetéssel Zuglóban, szerinted? Ha van, te tudod, hogy van-e? Hát van. A legfőbb probléma Zuglóban az, az, hogy még korábban ez volt Budapest legzöldebb, egyik vagy Pest Pest egyik legzöldebb kerülete. Jelenleg az érek van így, mert folyamatosan, tehát folyamatosan növekszik a beépítettség. Rengeteg gigaberuházás zajlott az utóbbi években, és zajlik most is zuglóban. Erről egyébként írtam egy cikket a két farkú kutyapártnak a weboldalára, úgyhogy itt egy kicsit önreklámot is tartok. Ebben a cikkben végvettem ezt az összes utóbbi években is jelenleg is zajló gigaberuházást, mint például ugye, maga a Liget projekt, tehát a Városligetnek a beépítése, akkor a, a Dürer építkezés, a Bosnyák téri Bayer Contract Kft. által folytatott építkezés, illetve olyan még nem megkezdett, de csak, még csak terben létező építkezéseket, mint amilyen Horváth Csabának a, a terve, Zugló város központjába általán megálmodott ilyen önkormányzati komplexum. Ő megálmodott egy olyan önkormányzati komplexumot, olyan multifunkciós épületet, amiben egy épületben lenne a polgármester hivatal, az SZTK, illetve egy vásárcsarnok az alsó szinten oda kerülne be a Bosnyák térpiac. piac. Jelenleg az a keretben, hogy az önkormányzati tulajdonú üres telkeket folyamatosan adják el, az önkormányzat éri fel a saját vagyonát fokozatosan. Ezeket az üres telkeket miután eladják különböző ingatlan befektetőknek, még, tehát még növelik is a, a, az engedményes beépíthetőséget ezeken a telkeken, ennek következtében sorozatosan épülnek lakóparkok zuglóban, és emiatt egyre kevésbé zöld a kerület. A további probléma az az átláthatatlanság, illetve az, hogy zugló, hogy az országos médiában a korrupciós botrányairól híres, mert több újságcikk dolgozta ezt a problémát, itt kiemelnék kettőt, az egyik a 444 nek a budapesti kerületi parkolási rendszerekről szóló videója, amiben kiemelten foglalkoznak az ulói parkolási rendszer visszáságaival, illetve szintén a 444-en jelent meg az, hogy Zugló önkormányzata, Zuglónak a, a média cégét, tehát a Zuglói Információs és Média Csoport KFT-t átvilágította, és az előkészült jelentést végül a 444 tette nyilvánossá, és ebből a 444 azt a következtetés vonta le, cikkében is azt mondta, így elhangzik, hogy ez a média cég céghez szocialista kifizetőhelyként funkcionált, és konkrétan végveszi az a cikk azt, hogy milyen szocialistákhoz köthető cégeknek van szerződése a, a, ezzel a zuglói önkormányzati média céggel. És sok szocialista cégnek van szerződése, ha jól értem. Vagy hozzájuk köthető, bocsánat. Igen. Ugye említetted Horváth Csabát, a szocialista polgármester zuglóban, és előtte éj hosszú évekig szintén szocialista és meglehetősen zűrös hírű, mondjuk így Tóth Csaba volt az országgyűlési képviselő. Ugye a Hatházi Ákos 22-ben is legyőzte a részben a kutyapert támogatásában Tóth Csabát, illetőleg a visszalépett Tóth az előválasztáson. Viszont most Hatházi Ákos azt állítja, hogy a Tóth féle körök, illetve üzleti hálózat változatlanul jelen van zúlóban. Te ezt érzékeled, vagy mit tudsz erről? Ez helytálló az, az állítása a Hatházinak? Hát itt, amit biztosan ki mondani, az igazából az a két dolog, amit az előző hozzászólásom is elmondtam, tehát különböző szocialista közeli cégek. Például egyébként az MSP és a polgármester Hajdu Flóriánnak az egyik cégének is van szerződése ezzel a zuglói önkormányzati média céggel, illetve a parkolási cégről meg azt tudjuk elmondani, hogy az n-négy-négy videójában is elhangzik, ezt a céget az az ember alapította, aki a Centrum Kft., a hírhet Centrum Kft.-nek a, a tulajdonosa volt, és ez, Most ez egy parkolási cég volt, ugye csak nem, túl, nem Igen. Mindenki feltét. És ez a cég pedig. 2016-ban volt az első közbeszerzés, parkolási közbeszerzés, azt megnyerte ez a cég, úgyhogy kizárták a, az olcsóbb ajánlattevőt, és akkor egyedüliként nyerte meg ez a cég. Illetve aztán volt 2019-ben egy hosszabbítás, tehát a, egy olyan közbeszerzés, amit arra írtak ki, hogy a jegykiadó automaták üzemképességét biztosítsák ezzel következő meghatározott időszakban, illetve ott még volt zónabővítés is, tehát újabb parkolóórák beszerzés is megtörtént, és itt ezt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásként hirdették meg ezt a közbeszerzést. Ami azt jelenti, hogy ez nem volt konkrétan meghirdetve, hanem arra hivatkozva, hogy a már meglévő parkolórák azzal a szoftverrel kompatibilisek, aminek kizárólag a licensze, ennél a parkolási cégnél van, emiatt nincs értelme nyílt közbeszerzést tartani, hanem akkor a, azzal a céggel, aki meg, megvan az a szerződés, velük módosították a szerződést hosszabbították meg. Tehát így történt 2019-ben ez a hosszabbítás. Volt egyébként aztán hosszabbítás 2022-ben és 2023-ban is, akkor már egyébként nem hirdetmény nélküli tárgyalásos hirdették meg, hanem az már nyílt beszerzés volt. Ez felveti a kérdését, hogy akkor 2019-ben olyan miért volt az előbb említett okra hivatkozva versenytársak miért voltak kizárva. De viszont mind a 22-es, mind a 23-as közbeszerzésre hiába volt az már miért kell meghirdetve, csak ez az egy cég pályázott és meg is nyerte. Tehát kirobbanthatatlanak tűnik ez a cég az uglói parkolási rendszerből. Tudunk éppen ez a kettő dolog az, amit biztosan ki jelenteni zuglóban. Hát tehát, hogy a Tóth ér a nyomai, azok ebben mutatkoznak meg, ha jól Így van, igen. Na most ugyanez a hatházi azt állítja, hogy a Momentumos Rózsa András segítségével lehet Horváth Csabát és a Tóth körök maradványait szépen fogalmazva eltüntetni zuglóból, vagy hát így leváltani őket maradéktalanul. Ebben a civil zugló egyesület is támogatja őket, tehát a helyi civilek a kutyapárt miért nem támogatja Rózs András polgármester jelöltségét? Több ö, oka is van. Először is először azt még elmondanám, hogy én nem vagyok kutyapártak, de tudtam, van pár arról, hogy az önkormányzati választáson kutyapárt más pártokkal nem fog szövetségre lépni. Az én személyes véleményem pedig az, hogy ugye, Rózs András, tehát ő volt részben a parkolási rendszerrel felelős alpolgármester. Tehát mind a 22-es, mind a 23-as közbeszélésnek a kiírását, illetve ezt az előterjesztés a képviselőtestület elé, azt ő tette meg, és ő ott a felszólalásai során ennek a közbeszerzésnek a helyességét, korrektségét ő ott megvédte. Soha nem volt semmilyen ellenérve ezzel kapcsolatban, semmilyen egy rossz szava. Illetve az önkormányzati telkek eladását zuglóban a Momentum frakció az túlnyomó részt legtöbb esetben megszavazta. Tehát így, ilyen formán nem várható megoldást fognak nyújtani ezekre a problémákra. Mm -hmm. És akkor a civil zúgló miért támogatja őket? Mert ha jól tudom, például ott a vezetőjük, a Várnai László elég sokat foglalkozott viszont pont a szóciknak a korrupció gyanús vagy korrupciós ügyeivel. Igen, hát úgy látom, hogy ő szemet ezek felett, az érvek felett, amiket megfogalmaztam. Ennél többet erről nem tudok mondani. Tehát semmivel nem jobb a Rózsa András, mint a Horváth Csaba, ezt így Tehát meg mi lenne jó, hogyha Horváth Csaba nyerni lenne a polgármester, vagy hogyha Rózsa András lenne a polgármester, személyes véleményed szerint? Az, hogyha Rózsa András lenne a polgármester, tehát egyértelműen jobb, mint Horváth Csaba, nem hogy ugyanolyan. A felsorolt visszásságok miatt az, hogy a választási együttműködésbe becsatlakozzunk, és uh, ilyen szinten támogassuk, az szerintem már túlzás lenne, de ugye uh, magán véleményem az, hogy kérdező lenne a az, hogyha ha inkább ülne a polgármester, és nem pedig Horváth Csaba. Igen, ez a kutyapárt nevelő nem fog össze más pártokkal jellemzően, vagy hát nagyon kivételes esetekben fordul elő ilyesmi a 9. kerületben Baranyi Krisztinával például. Már beszéltél róla, amikor megkérsz, hogy mi a baj a mostani városvezetéssel, de megkérdezem újra, mert így összefoglalóval lehet, hogy tisztában hangzik. Tehát, hogy mi zugló három szerinted legfontosabb problémája, és mi a megoldás rájuk? az első számú legfontosabb probléma az a túlépítés és a zöld felületek csökkenése. Ennek van egy olyan része, amivel sajnos önkormányzati képviselősként se elő tudnék sok mindent kezdeni, mert hogy sok olyan gigaberuházás zajlik zuglóban, ami kormányzatilag kiemelt beruházás ami miatt az önkormányzat nem nagyon nyúlhat hozzá ezekhez a beruházásokhoz, nem szabályozhatja a beépíthetőséget sem, mert, a kormányzat, mert ezek a kiemelt kormányzati rendeletek, ezek növelik a megengedett beépíthetőséget például, meg a megengedett homlokzatmagasságot, stb. Viszont amivel lehetne mit kezdeni, az az, hogy ellen kell állni annak, hogy zugló feléje a saját Ingatlan vagyonát, tehát a még meglévő üres telkeken lehetőleg parkosítást hajtsanak végre, ne pedig eladják ingatlan fejlesztőknek, akik pedig lakóparkokat építenek rá, ahogy egyébként jelenleg zajlik ez. Tehát az ingatlan vagyon felélés a második probléma, jól értem, a háromból. Én ezt egynek, ezt egynek. nevezném. Akkor a második probléma az átláthatatlanság. Jelenleg az a helyzet, hogy a magának az ugló önkormányzatnak a weboldal egyébként jól vizsgázik átláthatóságból. Tehát a K-monitor, meg az átlátónak ez a minimum programját szépen magáévá tette az önkormányzati képviselőtestület, és ott tényleg részletesen fent vannak különböző szerződések, meg olyan közérdekű adatok, aminek illik fel lennie. Azonban az önkormányzati cégeknél ott sokkal komolyabb hiányosságok vannak. Például ezeknek az önkormányzati cégeknek a közbeszerzési szabályzata az nagyon sok helyen hiányzik, nagyon sok önkormányzati cégnél. Tehát az a szabályzat, ami leírja azt, hogy az adott önkormányzati cégnél az közbeszerzéseket hogyan folytatják le, milyen metódus szerint kihozza meg a döntést, stb. Illetve egyéb közérletű adatok is hiányosan vannak fenn, illetve van olyan, hogy fent van, de nem túl felhasználó barát módon. Értem ez alatt azt, hogy ha kiristázzuk ezeket, mondjuk a szerződéseket, akkor még nem derül ki belőle, hogy hogy melyik szerződés melyik céggel kötötte az önkormányzati cég, illetve hogy mi a témája annak a szerződésnek, és ez nagyon megnehezíti a kereshetőséget. Illetve nagyon gyakran ezeket a szerződéseket olyan formátumon teszik fel, egyszerűen a kinyomtatott és akkor így maga a dokumentum, mondjuk egy ilyen 10-20 oldalas dokumentum nem kereshető, az is megnehezíti azt, hogy az átláthatóság az, az érvényesüljön. Tehát ezzel kapcsolatban lehetne valahogyan szankcionálni ezeket az önkormányzati cégeket, hogy többször felszólításra se javítanak ezen a gyakorlatokon. A harmadik probléma pedig az az, az parkolási rendszer. Tehát ez, amit már korábban elmondtam, hogy mindig ugyanaz a cég nyeri, hogy 19-ben például kifizetten úgy hirdették meg, hogy kizárják a verseny lehetőségi, tehát hirdetésnek, hogy tárgyalásos eljárás keretein belül, de egyébként 22-es meg 23-as közbeszerzésnél is egyedül induló volt ez a cég, amikor már nem így hirdetik meg, ezt kéne valahogy megoldani. Valószínűleg azért lehet abban valami, hogy ennek a cégnek van ugye kizárólagos licensze arra a szoftverre, amivel ezek a parkolórák működnek. És ha egy másik parkolási cég indul ez a közbeszerzésen, egy, esetleg egy másik szoftverrel, akkor plusz költséget jelentene neki, aránytalanul megnövelni a költségét az, hogyha kompatibilisé kéne tennie ezeket a, a parkolórákat a saját e, szoftverével. Azonban mégis van itt amit, olyan dolog, amit lehetne tenni. Például a parkolási rendszer közbeszerzését, amikor legközelebb kírják, most úgy hosszabbították meg, hogy 2025. decemberében fog lejárni, amikor a következő közbeszerzős ki fogják írni a hosszabbításra, amennyiben akkor már én képviselő leszek, arra teszek majd indítványt, hogy a ezt a közbeszerzést darabolják fel. Hogy akkor az a része, ami például a parkolási óráknak a, a távfelügyelete, ami ezt tényleg elengedhetetlen a szoftver megléte, az akkor lesz egy közbeszerzés, amit akkor valószínűleg meg fog nyerni ugyanez a cég. Azonban minden más tevékenység, például az begyűjtése az órákból, a parkolóráknak a, a külső tisztítása, a bedobó nyílás tisztítása, stb. Tehát minden olyan dolog, amihez egyébként nem szükséges a szo szoftver, azt külön közbeszerzésben meghirdetni, és akkor ott már verseny alakulhat ki, ott már eséllyel tud elindulni más parkolási cég is. Ezt nevezném a három legfőbb problémának és a ráadott megoldásnak. És mi lesz az első előterjesztésed, hogyha bejutsz a Na, ugye, amit a három fő problémánál megemlítettem, azok mind olyan dolgok, amiket nem lehet egyből rögtön benyújtani, mert hogy meg kell várni, hogy a jelenleg is érvényes parkolási szerződése az kifusson, és ez 2020. decemberében fog kifutni, azzal kapcsolatban akkor lehet először benyújtani bármit is. A, a túlépítéssel kapcsolatban például, hogy önkormányzati tulajdonú üres tereket ne adjon alá az önkormányzat, Hát ezt folyamatában lehet megtenni, amikor ilyen telekadalmazásról lesz majd előterjesztés a képviselőtestületben. Akkor minden esetben megígérem, hogy nem elszavazok. Hogy mi az, amit tényleg egyből be lehet nyújtani? Ez a zuglói kommunikációs költségeknek a csökkentéséről szólna. Tehát problémásnak tartom azt, hogy Zugló kiemelten sokat költ a kommunikációra. Például Zugló ugye már fizet az a az ATV-nek, a Klubrádiónak és Fiala Jánosnak azért, hogy zuglói közügyekkel foglalkozzanak. Ugye hivatalosan ez az oka ennek. Azonban megfigyelhető, hogy szinte kizárólag Horvát Csabát hívják meg ezek a médiumok magukhoz, még az alpolgármestereit se hívják meg. Ez úgy tűnik, mintha kifizetlen azért fizetne az önkormányzat, hogy Horváth Csabát hívják meg konkrétan. Ezt a gyakorlatot fel kéne számolni, így rögtön a tudnánk spórolni az önkormányzatnak. A zuglói önkormányzat, zuglónak a, az önkormányzati média cégén keresztül, tehát a zuglói információs és média csoport kft keresztül közpénzből finanszírozza Horváth Csaba személyes Facebook oldalának a, a posztjainak hirdetéseit. És egy olyan gyakorlatunk meg kéne szüntetni, mert hogy finanszírozhatna az MSZP. Igen, tehát ugye semmi oka nincs arra az önkormányzatnak, hogy Horváth Csaba személyes Facebook oldalának posztjait finanszírozza. Illetve olyan előterjesztés nyújtanék be, hogy mind a zugló TV költségvetését lehetne csökkenteni, mert nagyon magas költségvetésből dolgozik ahhoz képest, hogy minimális a nézettsége. Én egyébként a programom megírása során is törekedtem arra, hogy kerüljem a populizmusnak meg a demagógiát, tehát én valányszor ígérek valamit, ami az önkormányzatnak pénzbe fog kerülni, mindig ígérek valamilyen olyan megszorítást, itt ugye mégiscsak olyan megszorításról van szó, ami szerencsére nem a zugló állampolgárokat szorítja meg, hanem magát az önkormányzatnak az észreütlen kördés. Kivéve a zugló tévé rajongóit, mert az. Azért... <laughs> őket ez biztos rosszul fogja érinteni. Igen, tehát, hogy a programírás akkor ez szempont volt, hogy lehetőleg legyen egyensúlyban a kiadás is és a bevétel az én égéretényemmel kapcsolatban. És e, melyik kutyapáros akcióra vagy a legbüszkébb, ami Zuglóban történt az utóbbi egy évben? Ugye Zuglóban történt egyrészt két buszmegálló felújítás. Az egyik az a, a szűnyi Szőnyi úton a telekében Blanka utcai buszmegálló, illetve a másik pedig az a, az M3-as bevezetőn a Rákos Patak utca nevű buszmegálló. Mindkét buszmegállóról azt kell tudni, hogy ezek olyan buszmegállók, amiket évekkel ezelőtt a kutyapárt épített, azonban jelentősen romlott a, a, az állagok, összelettek férkálva, stb és ezeket újítottuk fel, lefestettük, illetve óriás matricát kasíroztunk rájuk a nyár folyamán. Ezek milyen könyv cserepontként funkcionáló ugye az egyik? Így van, tehát a Szőnyi lévő buszmegállót, ott azt csináltuk, hogy a külsejére vízipókos tematikájú óriás matricát kasíroztunk. Azért, mert az a BVSC úszoda környékén helyezkedik el. A belső felületére pedig könyvespolc tematikájú óriás matricát kasíroztunk, mert hogy ez a buszmegálló könyvet adó helyként is funkcionál. Az emberek oda vihetik a megunt könyveiket, és azt utána bárki más elviheti. Még egy olyan akciót emelnék ki, hogy most, amikor volt az ősz folyamán, vagy nyár végén a Rákos rendezői vasúti állomás felújítása, akkor bizonyos bokrok veszélybe kerültek, mert útjában álltak a felújításnak. És ezeket sűrűs kellett ültetni, és nagyon rövid határidőbe kellett megszervezni. Tulajdonképpen másnapra kellett megszervezni ezt a bokrát ültető akciót. Biztos vagyok arra, hogy hamar sikerült ezt megejteni, és, és ez képes nagy létszámban jelentünk meg ezen az akción. sok kérdés, foglal össze egyetlen mondatban a politikai arszpolitikát, ha van. A politikai arszpolitikám az, hogy Zugló maradjon zöld. Hát ennek szellemében tevékenykednék majd önkormányzati képviselőként, amennyiben a választópolgárok megválasztanak. köszönöm szépen, ha ez volt a kutyinfó. újabb adás, egy György Péterrel, zugló leendő kutyapártos képviselőjével. Köszönöm az interjút, viszont hallásra.